Neumann János elsősorban kvantummechanikai elméleteiről és a digitális számítógépek elvi alapjainak lefektetéséről vált ismerté. Már gyerekként megmutatkozott kiemelkedő tehetsége, több nyelven beszélt, szinte fotografikus memóriája volt, és kiválóan számolt fejben. 1925-ben vegyészmérnöki diplomát, 1926-ban matematikai doktori címet szerzett. 1930-ban meghívták vendégprofesszornak a Princetoni Egyetemre. Az óriási dolog volt, hogy felállította az úgynevezett Neumann elveket, hogy egy számítógépnek hogyan kell fölépülnie, milyen részekből, illetve hogyan kell működnie. És a mai napig a számítógépek ilyen elven működnek. Szokták példaképpen mondani, hogy most egy mobiltelefonban már annyi információ van, hogy amikor az első holdra szállás történt, akkor nem használtak annyi információt mindössze az ott lévő gépekben. Neumann sosem kapott Nobel-díjat, ugyanis nincs matematikai Nobel-díj, de munkásságát világszerte ismerték és elismerték. A Neumann János Számítógép Tudományi Társaság vándorkiállítással tiszteleg a matematikus előtt, amely az ország számos városában megfordult már. Keszthelyen a Balaton Színházban láthatók a tablók, a megnyitóra pedig több oktatási intézmény diákjait meghívták. Azt gondoljuk, hogy Neumann életműve egy olyan fantasztikus életmű, amit mindenkinek rettentő büszkének kell lenni. Nem véletlenül, hogy 1999-ben az évszázad emberének választottak Amerikában is. Tehát egy olyan magyar tudós, aki fantasztikus sokat tett a világért, a világunkért, és hát megpróbáljuk minél több helyre juttatni az országba ezeket a dokumentumokat, ami az életéről szólnak. A november 2-ig látható roll-up kiállítás modern, a fiataloknak is érdekes, ugyanakkor informatív módon mutatja be a magyar matematikus életét. A tárlat összeállítóinak a célja, hogy ismét ráirányítsák a figyelmet az egyik legkiemelkedőbb tudósunkra.